Információval kellett érnél. Le is kapom ezt a rőzsét, mert úgy nézek ki, mint Zsámbó Árpi az újba. Én már váltottam, de nekik nem sikerült fodrász, de talán mindenek eljön az ideje. Viszont egy kérdés lenne hozzátok, tegye föl váltan a kezét, aki volt már világrekord kísérlete. Jaj, de édes, mindannyian. Én is voltam egyszer, csak nem emlékszem, mert részeg voltam, de biztos jól sikerült, azt mondják. Hát, hölgyeim és uraim, most itt a világot jelentő deszkákon szeretnék egy világrekord kísérletet létrehozni, bemutatni, de ez egy picit interaktívá szeretném tenni ezt az egészet, úgyhogy azt kérném tőletek, hogyha felemelem a bal kezem, akkor egy hangos tapcsot szeretnék hallani. Fantasztikusak vagytok, hát ez tényleg óriási. Ha pedig a jobb kezemet, akkor egy hangos röhögést. Csudaklasznak vagytok, megy ez, mint az ágymaszorás, jó van. Akkor ezt kipróbáljuk most egy kicsit élesbe is, jó? Tehát figyelem. A kettő együtt, de ez az, hadd szóljon csak bátran. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. És ahogy ígértem, itt a világot jelentő deszkákon most egy világrekord kísérlet, akik bemutatja, hogy nem egyszerű testvérpár, nagyon sok helyen fölléptek, talán még a Holdon is. Hölgyeim és uraim! A színpadon a tripper fivérek. Nagy tapsot az uraknak! Hölgyeim és uraim! Ladies and gentlemen! London, Párizs, Róma, New York, Máté Szalka helyett csak itt, csak ma este, az Irigy-Hólajvidék színpadán. A hihetetlen, a csodálatos, a nagyszerű tripper fivérek! És sikerült a világrekord kísérlet, ezért megérne veled egy. Meg egy. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, fantasztikusak vagytok. És azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen tapsot nem tudunk máshol meghálani, csak egy remek verssel. A verset írta Brad Pitt. Tényleg, a Pitu. Nem így, csak hívek. Elrepült a nyár. Mint a fehér hagy. Beszarta a hátam. Mondtam neki fakjú. Nagyon szépen köszönjük egy ilyen komoly zsűri előtt elmondani ezt a rövid kétsoros, nagyon megtisztelő feladat a számomra. De igazából még egy kérdésem lenne hozzátok. Tegye fel megint bántam a kezét, aki szokta nézni ezeket a felfedező műsorokat. X-faktor? Igen! Sex-faktor?
20-as faktor, az meg aztán igaztán olvasztál, jól van vagyunk egy páron, ez remek. Most annak maradjon föl, aki szavazni is szokott. Nem legyen gyorsan, mert rontod az átlagot. Elmondanak a mamának. De tényleg azért ez egy jó jel, ez egy fantasztikus brigád. Nem szabad mindig szavazgatni a gyerekek. Nézni kell, aztán a pénzünket el kell költeni sörre a műsor végén. De azért még egyetlen egy jó pontot letennék ezek mellett a műsorok mellett, mégpedig azt, hogy hát fantasztikus hangokat és óriási tehetséget ismert. Na, végre már apukám, hogy végre, hogy megszólaltam. Hát érőzni! Na jó, mamma, a jó Isten áldja meg, hát hol ismertél magadra? Nem mondtál a fantasztikus hangú nagy meg aztán, de amit kívülről szétesz volna már jó. Akkor nagyon szórakozás kérlek, sziasztok, itt sem vagyok. Váljál már bele, mikor beszélj, nagyon szépen megkérlek, megy ott a lábad. Hát komolyan mondom, már mehzebb volt, ugye bejuttam, mint az operabar. Oda se akárták beengedni a rohadt végén. A nyugodjál meg, nagyon cifrahatkot szórtam arra. Valahogy így hányszor tesz figyelni. Nem menjünk. Ahogy a húsod elég tűnjön a macskát szemlem, amit a lémbe vele megy a madonna hosszú. Én nem értettem. Nyugodjál meg, azok se értették ott az opera balon. Mondtam is nekik ottan, hogy figyel apukám, ha nem bár, hogy ezt nem értetted majd, amit most mondok, azt érteni fogod. Ha nem enged el be ide az opera balra, akkor azt mondom nektek, hogy tik vagytok, parasztok. De nem csak így mondtam, hát nem így fel. TV2-be, hogy azonnal csináljatok velem műsort, mert több cég is érdeklődik irántam. Azok a hülyék a TV2-ben meg azt hitték, hogy az RTL-en vagy valahol valami hatalmas showműsor készülődik, ezért csináltak velem műsort, mert hát a Győzike elfelejtette mondani, hogy a több cég, aki érdeklődik iránta, az a PEH, vagyis a NAV, meg a gázművek, meg a gázművek, ezért nagyon érdeklődtek iránta. Hát igen, most egy pillanatra el is akadt a szava, mert hát egy olyan úriember kellene a színpadra szólítanom, akit nem tudok minden adottság nélkül elkonferálni. Nem is tudom, mit mondhatnék erről a hihetetlen tehetségű fiatal emberről, hát most már több mint egy évvel ezelőtt képviselte hazánkat Malmöben az Euróvízilos Dalfesztiválon, nagyon kedves kis dalával. Igen, látom, többen tudjátok, kiről lehet szó. Akkor én nem is húznám tovább az időt. Hölgyeim és uraim, következzen itt a színpadon
a szakállas félisten, az anorexiás Bud Spencer, Hentesem című dalával, Bye Alex! Sziasztok! Szándos András! Ha nagyon-nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen! Le is kapom ezt a szerkót, mert úgy nézek ki, mint Rumcajsa Gyücsinyi Kábel TV-nél. Kétségbe esetek kergetem már Monkát, igen. Hát sokkal jobb nem lett azért, igen, abban mi hallottam lassan az igazi. De én azt gondolom, hogy az utolsó kérdést feltennék nektek, mégpedig az, hogy tegye föl bátran a kezét, aki szeretett volna valamikor is valóságsó hősen és beköltözni egy villába. Júi, tele lesz az a villa, jó, egy komolyabbat kell készíteni, pici lesz az a villa, amit terveztek. Na hát én azt gondolom, hogy szavazni fogok rátok, biztosak lehettek benne. Lesz egy konkurenciátok, hogy a zenekarba is valakit szeretnénk bejuttatni. Hát onnan csak annyit kell tudnotok, hogy akkora barom szegényke, hogy azt kapta a szülnapjára, hogy kivitték a betonos útra. Hölgyeim és uraim, a mi előttük Vili a surmó, nagy tapsot neki! Látom a hölgyeken, hogy mire gondolnak. A világ itt a számban a negró, a fogaim kiúltak sorban. Sötétebb vagyok, mint a pákó, csak rám várnak a Mónika showban. Azt kaptam a szülinapomra, hogy kivittek a betonos útra. A világ itt a számban a nekró, kedvenc tüstűtőm az ultra. Van egy csizmányú, mint a fateré, és a fészemben az öreg bringa. Összejárok, mondom a seszkóba, kirig rám a sokszöncél. Már az óvival is, disznó sajt volt a jelen, és a jégkrémet is, mint én picskával leszem. Hogy műtétek, mi a szem, még nem leszek dolgok. Mégsem értem, hogy miért mondják rám azt, hogy bukkó. Világ itt a számban a negró, rám rolja nylon póló.
stil prizsét, miért mondják rám azt, hogy a surkó? Vasalom a farmerom élét, az berakom egy számú Krisztián CD-t. Világ itt a számban a negró, ki vagyok hívva én ladányról. Tartozásom, az mind a faderé, nincsen pénzem távolsági buszra. Itt a kásra, mint talán fussa, kultúrember vagyok. Már a Zobiban is biztonság forgájelem, és a jégkrémet is mindig picskára leszem. Hagyni tétek néha szem, nem leszek donor, még sem értem, hogy miért mondják rám, hogy bukó. Világ itt a számban a negró, rám rohadt a nylon póló. Melóért nincs, csak játszom, diszkóvágással, mint Bendo. Segélyem vagyok mostantól. Világít a számban a negró, el vagyok tiltva a közmunkától.